A szerbiai fogadhajtó bajnokság 5. egyben utolsó fordulóját tartották meg a kelebiai Ménes versenypályáján. 6-an versenyeztek a Szerbia 2017. évi fogadhajtó bajnoka címért. A kétnapos küzdelmek első versenynapja a díjhajtással kezdődött, majd pedig az akadályhajtásra került sor. A házigazda Keresztes Teréz a bajnokság egyetlen női versenyzője, az előző 4 fordulót sorozatban megnyerte, így már senki sem érhette utol. Tétje nincs, mert azt mondják, a szabályzat azt írja, hogy az 5 fordulóból a 4 legjobb helyezést elért eredményt számítsák. Hát én az elmúlt 4 fordulót nyertem, de hát nagyon nagy tétje van a mai holnapi versenynek, tehát végig kell menni. A díjhajtásra való felkészülés nagyon sok munkát igényel, mondta Bumford Olivér, a szabadkai Bumford Ménes versenyzője. Naponta lovakat be kell fogni, legalább 2,5-3 óra hosszát kell őket együtt hajtani, főleg lépésben, lassúgetésben nyugtatni kell a lovakat. Tehát ez a versenyszám arról szól, hogy a lovak mennyire elengedettek, mennyire tudnak együtt mozogni, és mennyire szófogadóak. Az akadályhajtó versenynél nem csak az időeredmény, hanem az ügyesség, a hajtó és a lovai közötti összhang, valamint a maximális koncentráció is számított. Milana Novic, a szerbiai fogadhajtó bajnokság 5. fordulójának titkára szerint fontos, hogy Szerbiának idén először volt képviselője a fogadhajtók világversenyén Szlovéniában. Naskas, ljudi koji se interesujemo i koji volimo zapražni sport Srbije jeste što nam mnogo znači jeste to što je Teres Keresteš pre mesec dana nastupila na svetskom prvenstvu u Lipici, imala zapražen rezultat. Lepo predstavlja Srbiju i što imamo čast da imamo takvog takmičara, s obzirom da je to istorijski trenutak za zaprešni sport i uopšte za konjički sport Srbije. A második versenynapon a maratonhajtás volt műsoron. A maratonhajtás a fogadhajtó verseny legnehezebb versenyszáma. Külön szabályai vannak. Így például a versenyző az első 6 kilométeres terepi erdei szakaszt nem teljesítheti 27 perc alatt, de 30 perc felett sem, mikor célba ér a lovait állatorvos ellenőrzi, és ő dönti el, hogy tovább engedi-e a 6 akadályból álló akadályverseny szakaszra. Perces időközönként startolt egy-egy versenyző. A terepi szakasz csak a bemelegítés, hogy a verseny hivatalos állatorvosa megállapítsa, megfelelő erőlétben és állapotban vannak-e a lovak a második szakasz, azaz az akadályok leküzdésére. Meri se tu i puls, gleda se disanje, ali generalno se gleda opšte stanje konja.
Tako je. Da li konji mogu da podnesu sekciju B koja je dosta drastičnija nego sekcija A? A második szakasz is a központi versenypályáról indult, majd a hat labirintusra emlékeztető akadályt kellett a fogadhajtóknak és lovaiknak leküzdeniük. A kapukban a gyorsaság és az ügyesség számított, egy-egy kapu között azonban pihentetni kellett a lovakat, így itt is időkorlát volt megszabva, a versenyző nem érhetett célba 31 percnél korábban, vagy 34 percnél később. Nagyon nagy a sebesség, és a lovak ugye nehezebben irányíthatóak, ők még ilyenkor kapnak egy kis plusz, még jobban mennének, és a kanyarok, a szűkebb fordulók okoznak nehézségeket. Most éppen dopingvizsgálat is folyik, ez miért van? Megvizsgálják, hogy a lovaknak egy hónappal visszamenőleg volt-e valami sérülés, kezelésük, vagy kaptak-e valami teljesítményfokozó szereket. A szerbiai fogadhajtó bajnokság záró fordulójában díjhajtásban taroltak a házigazdák. Harmadik lett Berényi Ákos, a kelebiai favori ménes hajtója, második a pancsovai Kremen versenyzője Milán Gákovics, és az első Keresztes Teréz, ugyancsak a kelebiai favori ménes színeiben. Az akadályhajtó versenyben harmadik lett Faragó Béla, a kelebiai favori ménes versenyzője, második Dragan Ternyakov, a nagybecskereki Quarter lovasklub hajtója, és első Bumford Olivér, a szabadkai Bumford ménes lovasa. Maratonhajtásban harmadik lett Bumford Olivér, a szabadkai Bumford ménes képviseletében, második Keresztes Teréz, a győztes pedig Berényi Ákos, mindketten a házigazda kelebiai favori ménes színeiben. A két nap összesített eredményei alapján a szerbiai fogadhajtóbajnokság 5. fordulójának győztese Keresztes Teréz. We'll be right back.
Mivel ez volt a záróforduló, 2017-es bajnokot is avattak, az előző 4 fordulót is sorozatban megnyerő, a mezőny egyetlen hölgyversenyzője megvédte tavalyi bajnoki titulusát, és így idén is Keresztes Teréz lett Szerbia fogadhajtó bajnoka. Lehet még ezt fokozni? Persze, hogy lehet, nemzetközi szinten is lehet, meg ezt mindig nehezebb megvédeni, mint megnyerni. Most egyszer megvédtük, a lovak el vannak adva, tehát jövőre új zene van, új fogat, ami nem a csúcsról indul, hanem majd újraépíteni kell. Kelebiai küzdelmekkel befejeződött az idei fogadhajtó versenyszezon.